Szeretettel köszöntelek újra benneteket. Folytatjuk a mi Biblia tanulmányozásunkat, ami elsősorban arról szól, hogy segítséget találjunk a Biblia értelmezésében, de ebben a délelőtti igeszolgálatban én azt gondolom, hogy nem csak erről lesz szó, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan és mind alkalmazzuk ma a mi életünkbe az igét, hiszen az igehirdetésnek ez a célja. Hadd kezdjem Pál apostolnak a Filippi leveléből a 3. rész 7.-8. versével, ahol a következőt olvassuk. Pál személyes lelki útjáról, megtéréséről beszél, emlékszik vissza erre, és ott olvassuk ezt a 7.-8. verset a 3. fejezetben, ahol így hangzik. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Fel tudod idézni az alámerítésed pillanatát, akik már túl vannak ezen, természetesen azok. Milyen érzés volt, ami számunkra az, amikor ez megtörtént? Egy év múlva már 40 év lesz számomra ez a pillanat, de ma is pontosan emlékszem arra, hogy hogyan éreztem magam akkor, amikor beléptem a vízbe. Könnyes volt a szemem, amiben benne volt az öröm is, meg a szorongás is. És próbáltam ott őszinte készséggel kifejezni azt, hogy én komolyan gondolom. És én szeretném azt az új életet, amit Isten felajánlott, és amivel alapján most szövetséget kötök. Amikor ránézek a fényképre, a fekete-fehér, elsárguló fényképre, jó pár évvel ezelőtt felfedeztem, 8 évvel ezelőtt volt, amikor a Gyömrő gyülekezetbe kerültem lelkipásztornak, hogy az egyik testvérnő ugyanakkor keresztelkedett velem. Jó, ismerettségben voltunk, nagyon kedves, már előtte is ismertem, és soha nem tudtam, csak a fényképről ismertem fel. De nem csak ismerős találok a fényképen, hanem visszajönnek azok az érzések is, ami pont akkor, pont ott volt az én szívemben. És aztán felteszem azt a kérdést, de kövessetek engem, és tegyétek fel ti is, hogy ma is megfogadnám ugyanazt, amit akkor a keresztségem pillanatában megtettem. Akkor és most. Milyen irányba haladsz? Pál apostoltól azt olvastuk, hogy azt mondja, hogy kárnak ítéltem a régi életemet. Nem egy züllött élet volt, ahogy ismerjük, mert ugye farizeus volt, a törvénynek az ismerője és követője, de egy énközpontú, egy saját cselekedeteken, teljesítményen alapuló élet volt, és azt mondja, hogy kárnak ítéltem a régi életemet. De nem áll meg itt, hanem azért olvastam a 8. verset is, mert azt mondja, hogy sőt, most is kárnak ítélem. Eltelt valamennyi idő, nem számoltam most utána, hogy 10 vagy 15-20 év, mennyi is pontosan mennyi telt el a kettő között, valahol ottan körül, de azt mondja, hogy most is ugyanúgy gondolkodom, most is kárnak ítélem, nem csak akkor ítéltem kárnak. Gondolkozunk egy picit, hogy szivárgott-e vissza valami a mi életünkbe, abból, ami megtérésünk előtt volt. Találkoztam már olyanokkal, aki sikeres futballista szeretett volna lenni, de aztán a megtérés megfordította, és eltelt egy pár évtized, és állandóan arra beszélt, hogy én milyen szuper sportoló, és milyen nagyszerű valaki lettem volna, de hát ugye közbe jött az, hogy megkeresztelkedtem.
Ugye, mintha egy kicsit, nem azért, hogy bűn az, hogy valaki sportoló, nyilván van bizonyos körülmények között, nem biztos, hogy minden részét meg tudja élni valaki, úgy, ahogy sokan megélik. De csak a példa kedvéért mondom, hogy minthogyha most már arra ne büszke, amilyen volt régen. De Pál azt mondja, hogy most is kárnak ítélek, évtizedek után is. Nem változott az értékrend, hanem továbbra is egy cél van előtte, azt mondja, valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra, a 11. versben. Amikor Isten szövetséget kötött az ő népével, akkor mindig ott voltak ezek a pillanatok, ezek a ünnepélyes fogadalom tételnek a pillanatai. Közösségi formában is. Gondoljunk arra, hogy akkor, amikor a sínai szövetségre készültek fel, és kezdte Isten elmondani a dolgokat, még mielőtt a 10 parancsolatot fel is olvasta volna nekik, Mózes 19. fejezetben azt mondja, hogy megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Komolyan gondolták ők azt, hogy megteszünk mindent, amit az Úr mondott. Valószínűleg komolyan gondolták, de amikor nézzük az ő történetüket, akkor ezek a fogadalmak nem túl sokáig tartottak. Mert mi emberek ilyenek vagyunk, nem csak ők voltak olyanok, hanem mi emberek sajnos ilyenek vagyunk, hogy könnyen elfeledkezünk a mi fogadalmunkról, és úgy gondoljuk, hogy mi képesek leszünk, és aztán nem sikerül. Isten türelmes volt hozzájuk, újra lehetőséget adott nekik, megújították a szövetséget. Újra és újra voltak olyan pillanatok, amelyeket nevezhetünk úgy, hogy ilyen reformációs pillanatok voltak az ő életükben, mert valamennyiszer magukba szálltak, és szembenéztek azzal, hogy hogyan is állunk azzal, amit egykor megfogadtunk, akkor újra szövetséget kötött velük. Egy ilyen alkalom volt a babiloni fogságból való visszatérésnek az idején, ahogy Nehémiás könyve 8., 9., 10. fejezeteiben olvassuk. Érdemes lenne, ha több időnk lenne, akkor a 8. fejezetről is beszélnék, és végignézni ezt. Itt csak kiírtam azt, hogy milyen elemekből állt, vagy hogyan is valósult meg ez a reformáció az ő életükben, mert azzal kezdődött, mint általában kezdődik, hogy a törvénykönyvet felolvassák, még ha egy kicsit előrébb megyünk, itt ebben az esetben egy kicsit más a körülmény, de ha korábban nézzük a judai királyoknak az idejében más reformációs mozgalmaknál, akkor mindig azzal kezdődött, hogy renoválták a templomot, és valahol a sarokban, a szemét között, a poros helyen előkerült a Biblia, Mózes könyve, a törvénykönyv, és aztán elkezdték olvasni, és rájöttek, hogy milyen messze vannak tőle, és aztán innen folytatódott. Érdekes ez a sorrend, hogy amikor megkeseredtek, amikor olvasták, hogy milyen messze kerültünk, akkor azt mondták, hogy nem kell sírni, hanem ha őszintén bánjátok, akkor most jöhet az ünnep. Aztán egyetek édeset, meg kövéret, és adjatok másnak is, ünnepeljetek, azt olvassuk a 8. fejezetben, és aztán az egész 9. a formális bűnvallásról szól, és aztán a 10. jön ez a fogadalom. És ha megnézzük a 10. fejezetet, amivel én most egy kicsit fogok foglalkozni, akkor azzal találkozunk, hogy tettek 4 fogadalmat, amelyek nagyon jól egymásból következnek, és ígéretet tettek, úgy is mondhatnánk, és ezzel fejezték ki konkrétan, hogy mit is jelent náluk az, hogy ők vissza akarnak térni az Úrhoz. Hogy ez nem csak egy ilyen érzelmi fellángolás, és egy ilyen katarzisszerű élményben kísérjük magunkat, és aztán minden folytatódik tovább, hanem konkrét lépésekről is beszélnek. De mielőtt erről beszélnék, el kell mondani azt, hogy mivel a Biblia értelmezésről szól ez a mai nap, hogy látni fogjuk, hogy ha mi ugyanezt a reformációt akarjuk követni, akkor nem, valószínűleg nem szó szerint ugyanazt tesszük, amit ők tesznek, hanem el kell jutnunk egy olyan pontra, hogy megértsük, hogy azok az alapelvek itt és most mit jelentenek a mi számunkra, és ehhez legelőször is azt kell megértenünk, hogy
miben különbözünk mi az ószövetségi néptől, vagy hogyan is kell nekünk értelmezni, amikor egy ószövetségi szakaszhoz fordulunk, és onnan próbálunk magunknak találni lelki táplálékot és útmutatást, hogy mi az, amit Isten kér tőlünk, hogy tegyünk. Isten hűséges a szövetségéhez, és megtartja azt még akkor is, amikor mi emberek hűtlenek vagyunk hozzá. Vannak be nem tartott ígéreteink, megtörjük a szövetségére, hogy utaltam erre, Izrael népe gyakran megtette ezt. Jeremiás könyve beszél erről újra meg újra, és éppen Jeremiás könyve kapcsán beszél arról, hogy Isten úgy gondolta, hogy köt egy új szövetséget. Mert úgy tűnik, hogy ez a régi szövetség szerint valahogy mindig csak ez a körforgás történik, hogy fogadkozunk, elbukunk. És ő szeretne egy újat, egy másfét. Mit jelent ez, hogy új szövetséget köt? Az új szövetségnek a lényege nagyon-nagyon fontos, és mi adventisták minden bizonyában erősen állunk, hogy nem a szövetség tartalma más. Mert Isten örök, az ő törvénye örök, ennek következtében nem más feltételek, vagy más pontok szerint kötél, hanem valami más dolog van abban, amiért új ez a szövetség. Röviden úgy mondhatnánk el, hogy a különbség az, hogy ez az új szövetség, ez nem viselkedésről, hanem kapcsolatról szól. Nem viselkedésről, hanem kapcsolatról szól. Nem a külső megfelelést szorgalmazza, hanem a belső azonosulást Isten alapelveivel, Isten jellemével, Isten törvényével ebből eredően. Így olvassuk, hadd olvassam fel Jeremiás könyve 31. részéből a 31-32-33. Verset. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Ebből az igéből látjuk azt, amit mondtam, hogy nem viselkedésről, hanem kapcsolatról szól ez az új szövetség. Amikor Jézus megalapította az új szövetséget, akkor úgy szólt, hogy az úrvacsora szereztetésén is használjuk, vagy olvassuk ezt az igét, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Így mondja a Károli Biblia fordításból olvastam most. Az ószövetség szerint mindent meg kell tartani. És ez az erőfeszítésünktől függ. Bár délután fogok egy kicsit beszélni, hogy az ószövetségben sem egyértelmű, hogy erről szól, hogy meg kell tartani, és akkor van szabadulás és üdvösség, hanem gyakorlatilag az ószövetségnek is a mélyebben újszövetségi szemmel nézzük, hogy ugyanaz az útja az üdvösségnek az ószövetségben is, mint a újszövetségben, de külsőre így értelmezték, hogy meg kell tartani, meg kell neki felelni, és akkor rendben lesz a dolgok. Erőfeszítést kell tenni, oda kell figyelni a betűre, a szóra, az előírásokra, és akkor majd, ha megtartjuk, akkor rendben lesz. Az új szövetségben minden Jézus áldozatából ered. Mert azt olvastuk itt, hogy ez az új szövetség. Az új szövetség vére, a Jézus Krisztusnak a vére. A kegyelmet tapasztaljuk meg. A helyettesítő áldozatot tapasztaljuk meg, és erre is délután vissza fogunk valamilyen formában térni. És megtapasztalva önként alávetjük magunkat Isten kívánalmainak. Nem félelemből, nem kényszerből, nem azért, mert meg kell felelni, nem azért, mert ez a szokás, nem azért, mert ezt kívánja az egyház, nem azért, mert erre kényszerítenek a szüleink,
hogy jó viselkedj, és jó adventista légy, vagy jó gyerek legyél, hanem felnövünk lelkileg, és szeretetből válaszolunk, engedelmeskedés. Az azt jelenti, hogy válaszolunk szeretetből. Továbbra is fontosak a fogadalmak, azok keretet biztosítanak a mi számunkra, amikor megkeresztelkedtünk és vallást tettünk, amikor egy úrvacsora van, akkor is próbáljuk végiggondolni a mi életünket, és egy nulla pontra helyezni, és eltörölni a múltat, vagy letenni a múltat Jézus kezébe, és azt mondani, hogy na, most már szeretnék így élni, de Isten ígéreteiben van az ereje a mi új életünknek, nem pedig a fogadalmainkban. Ez nagy terhet vesz le rólunk, felszabadít bennünket arra, hogy szeretetből szolgáljunk. Ez egy másfajta beállítottságot jelent, és én szeretném, hogy ezzel a beállítottsággal néznénk azokat a fogadalmakat, amiket a nehémiási reformációban tettek. Melyek voltak ezek? A Nehémiás könyve 10. részének a 30. versétől fogok olvasni verseket. A 30. vers az, amit először olvasok, ami az első döntésük volt nekik, miután végigmentek ezen a folyamaton, hogy megismerték az igét, ünnepelték azt, hogy Isten milyen csodálatos szabadítást adott nekik, megvallották a bűneiket, és aztán készen voltak arra, hogy azt mondták, hogy na, most már tovább indulunk, és tesszük ezeket a fogadalmakat. Azt mondja, csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgálja Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Ott és akkor ők ezt mondták. Nyilván a bevezető vagy reggeli előadás alapján mi, ha fogadalmat akarunk tenni, reformációs fogadalmat akkor, és azt mondjuk, hogy Isten minden törvénye szerint élünk, amit Isten adott szolgálja Mózes által, akkor válogatunk azért közte. Például azt, hogy megkövezzük a gyermekünket, ahogy hallottuk, azt lehet, hogy nem akarjuk követni. Nyilvánvalóan. Számunkra itt és most ez azt jelenti, hogy alávetjük magunkat Isten igéjének. Úgy, ahogy azt értelmes módon olvassuk, ahogy azt összefüggésében magyarázhatjuk, és magyarázatot kapunk el, hogy mi az, amit konkrétan Isten kért. Hát az első fogadalom nekik ott az volt, és nekünk is ugyanaz ebben a vonatkozásban, hogy alávetjük magunkat Isten igéjének. Tehát szeretnénk, hogyha a Szentírás vezetni a mi életünket. Sokkal inkább mi minden másfajta befolyás, mert először Istennek kell engedni, mint embereknek. Tehát legyen egy olyan mérce, ami mihelyest ütközésben van, tudjuk azt, hogy az első helyen Isten igéje van, nem másoknak a kívánalmai, másoknak a szokásai, másoknak a parancsolatai, hanem Isten igéje van első helyen a mi életünkben. A kulcs az odaszentelődés. Életünk befolyása, ereje, odaszentelődésünk mélységétől függ. Azt mondjuk, hogy igen, mi szeretnénk úgy élni, hogy a mi egész gondolkodásunkat, életszemléletünket, amit a világról gondolunk, a jövőről, a céljainkról, a mi életünknek a céljáról, és végső megoldás az mind a Bibliának a fényében, a megváltás történetének, a megváltás tervének a fényében akarjuk, és úgy tervezünk, úgy gondolkozunk, úgy álmodunk a mai életünkről, terveinkről, céljainkról, karrierünkről, bármiféle anyagi céljainkról, bármiről úgy gondolkodunk, hogy az egész mögött ott van, hogy mi Isten igéje fényében akarjuk élni a mi életünket. Nehémiás történetében azt olvassuk, hogy az első lépés ez volt, hogy eldöntötték azt, hogy mi próbáljuk úgy végig gondolni az életünket, hogy az egésznek a középpontjában Isten igéje, a Szentírás, Isten kijelentése áll. Hogyan állunk mi ezzel?
Gondoljuk végig a mi terveinket, álmainkat, céljainkat, legyenek azok karrier, anyagi álmok, családi álmok, bárminek a megvalósítása, hogy ezeket úgy gondoljuk végig, úgy álmodjuk meg, hogy van egy olyan vezérelv, ami végigkíséri ezt, hogy ennek az alapja az, hogy Isten igére alapozzuk a mi életünket. Isten tervére, ami emberi életünkkel, a világgal, a jövővel, és minden az szerint épül a mi életünkben, hogy az első helyen Isten igéje áll. Aztán a második úgy hangzott, hogy különbözni fognak a világtól. Miután elkötelezték magukat Isten igéje mellett, ezt is megfogadták, mert hogy ez egy magától értetődő dolog, majd később is visszatérünk erre, hogy mi is Isten igéjére alapozzuk a mi életünket, az fogja jelenteni, hogy lesz különbség a világ gondolkodása, a világ meg mi közöttünk. Konkrétan ez azt jelentette náluk, hogy ha 31. verset olvassuk, akkor megfogadták a következőt. Nem adjuk lányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő lányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ha ezt így olvassuk, akkor arra is gondolhatunk, hogy ez valamiféle etnikai gőgöt fejez ki, hogy igen, mi különbek vagyunk és nem keveredünk, de egyáltalán nem erről van szó, hogyha értjük azt abban az összefüggésben, hogy miről is volt szó, hiszen abban a kultúrában a házassági közösség olyan kötelezettségeket rótt a felekre, amelyek lehetetlené tették Istennek az imádatát. Hiszen más istenekről, más istenek imádatáról volt szó, ahhoz való alkalmazkodásról volt szó, tehát nem volt kompatibilis, összeférhetetlen volt teljes mértékben az, hogy ez megtörténjen, és úgy történjen meg, hogy ezzel ne sérüljön az ő Isten iránti odaszentelődésük. Gyakorlatilag azt jelentette ez, hogy amellett döntöttek, hogy fél szívvel akarják követni Istent. Konkrétan azt jelentette ez, hogy megosztott szívvel követik Istent, ami előbb-utóbb azt jelenti, hogy egyáltalán nem követik, hogyha ez így megtörténik. De itt és most mit jelent ez? Számunkra mit jelent ez? Nagyon könnyű lenne, hogyha ilyen egyszerű lenne, hogy ezt leszabályozzuk a házasságra, mert valaki úgy gondolja, hogy ezzel meg is lehet ezt valósítani. Számunkra mégsem ilyen egyszerű ez. Miközben igaz az, hogy a felemás hitű házasság az extra terheket ró a hívő félre, és veszélyezteti a teljes odaszentelődést, és nem tanácsolja a Szentírás ezt. Ugyanakkor konkrétan azt mondja a Biblia, hogy ha valaki megtér, és a házastársa nem hív, akkor ne váljon el tőle a világért se, akkor mégis éljen vele együtt. Tehát nyilván sokkal bonyolultabb ez a kérdés, mint azt mondanánk, hogy ezt akkor úgy kell megtenni, hogy adventistával házasodik, azonnal távol vagyunk a világtól, és megvan oldva ez a probléma, mert messze nincs megoldva ez a probléma, mert egyrészt ezt miután tanácsolja a Biblia, nem teszi kötelezővé a mi számunkra, de a mai hívő családok ennél sokkal, de sokkal több veszélyben vannak, amikor a világtól való különbözőségről és elhatárolásról van szó. Mert hogy mi nem egy külön nemzetként élünk, hanem bent élünk itt a világban az emberek között. Üzleti kapcsolataink vannak, egy hithű zsidó valószínűleg üzleti kapcsolatokat sem létesített másokkal, és vagy csak bizonyos feltételekkel pontosabban, de egyébként távol volt tőlük mi. Vannak olyan, akiknek olyan munkahelye van, legtöbbnek olyan munkahelye van, ahol nem adventistákkal dolgozik együtt, ahol a szélesebb családban olyanok vannak, vagy bármiféle más kötelezettség miatt, vagy akár a legtöbb gyermek nem olyan iskolába jár, ahol csak adventisták és adventista tanárok vannak,
akkor mit jelent itt és most, ami számunkra az, hogy megfogadjuk azt, hogy különbözni fogunk a világtól? Hogyan tudjuk bemutatni azt, hogy a világban vagyunk, de nem vagyunk a világból valók? Ugye az új szövetségben is ezzel újra és újra találkozunk, ez egy nagy kérdés volt. Megyünk Péter apostolhoz, mint ebben a negyedévben, a szombatiskolában, de Pál apostolnál is léptennyomon találkozunk konkrét tanácsokkal, útmutatásokkal, mert nagyon bonyolult volt már akkor is ez a kérdés, és ma is. Tudnunk kell azt, hogy a mi környezetünk sokkal nagyobb hatással van ránk, mint gondolnánk. Az, hogy mi naponként hogyan töltekezünk fel Isten igével, és mennyire gondoljuk végig a mi életünknek az alap célját és küldetését, az nagyon hozzájárul ahhoz, hogy mi történik egész nap. Egy olyan közegben, amikor legtöbbször a világgal találkozunk, amikor nem hívő gondolkozású emberekkel kell együtt lennünk. Hogyan lehetne jobban kifejezni a mi életünkben ezt? Nagyon egyszerű volt, ott úgy tűnik, néhány egyszerű szabályjal el tudták különíteni magukat fizikailag, de az új szövetségben azzal találkozunk, hogy fizikailag nem kell elkülönítenünk magunkat sok esetben, vagy nem tudjuk elkülöníteni magunkat sok esetben fizikailag, de a Szentírás viszont arra hív bennünket, hogy lelkileg, szellemileg, gondolkodásmódban különbözzünk. Mi történik akkor, ha belenézek egy ilyen Facebookos posztba, ahol valaki egyik adventista testvére megosztja, hogy most én egyetértek, vagy nem értek egyet, nem akarok konkrétan pártoknak, meg kiknek a nevét mondani, és aztán utána ott találunk egy csomó hozzászólást, gyűlölködő hozzászólásokat egyik, meg másik irányba. Különbözünk a világtól. Ugye, hogy nem különbözünk a világtól ebben az esetben. És nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amikor lényegi különbség lehetne, viselkedésben, magatartásban, hozzáállásbeli lényegi különbség lehetne, amikor igazolhatnánk azt, hogy Krisztus egyházában, gyülekezetében az emberileg össze nem férhető is szeretetben és békességben élhet meg egymással, mert ez lenne a bizonyság igazán. Jézusról olvassuk többször azt, hogy hosszasan imádkozott, és sok időt töltött az imádsággal, de van egy olyan alkalom, amikor különösen olvassuk azt, hogy az egész éjszakát imádsággal töltötte. És mi történt másnap? Azt olvassuk, hogy másnap odahívta a tanítványait, és körbenézett, és kiválasztott közülük 12-t. És amikor én megnézem ezt a listát, akkor azt mondom, hogy nem jól választott. Lehet, hogy akkor nem imádsággal kellett volna tölteni azt az éjszakát, hanem stratégiai tervezéssel, vagy nem tudom, hogy. Mert hogy ha most nekem kéne választani munkatársakat valamilyen vezetői szolgálat közben, akkor nem tudom, hogy pontosan követném-e azt a mintát, amit Jézus követett. Mert ahogy felolvassuk azt a 12 nevet, ugye találunk egyes kis apró megjegyzéseket ott, hogy kinek a fia volt az, meg hogy testvére volt, meg néhány ilyen apró dolgot, de van két olyan dolog, ami nekem különösen megragadta a figyelmet már elég régen, az, hogy felsorolásban van egy ilyen, hogy Simon a zelóta és Lévi a vámszedő. Most ha kicsit ismerjük a Jézus korabeli kultúrát vagy történelmet, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy a két legszélsőségesebb ember. Mert úgy gondolt, hogy a 12-ben benne kell, hogy legyen egy-egy innen is, meg innen is. Mert egy zelóta az egy terrorista forradalmár, aki állandóan fegyverrel jár, késsel jár, és azt vallja,
hogy az a kés haszontalan, amelyik nem egy romainak a hátában van, legfeljebb azzal lehet jóvá tenni, hogy egy romaival kollaborálónak a hátába döfjük, amilyen egy vámszedő. Én nem mondom, hogy ezek az emberek, mert ugye ahogy Lévi nem maradt vámszedő, amikor Jézus tanítványa lett, úgy minden bizonnyal hivatásosan nem volt zelóta Simon se, miután Jézus tanítványa lett, de ez a nagy különbözőség, ez olyan szépen elfért ott együtt. Lehet, hogy egy eleinte nem annyira, mert találunk bizonyos surlódásokat, de végülis potenciálisan azt látjuk, hogy talán ez volt a titka annak, hogy néhány évtized alatt több százezren, sőt egyes történészek szerint milliók keresztények lettek a századnak a végére, mert benne volt az az erő, hogy nem egy megosztó gondolat, hanem egy egyesítő gondolat volt az Krisztusnak a szeretete, és annak a örömüzenetének a hirdetése és megélése. Éppen ezért fontos lenne elgondolkoznunk azon, hogy mik lennének azok a dolgok, amelyekben mi bemutathatnánk azt, hogy különbözünk a világtól. Mert persze be lehet mutatni azzal, hogy másként öltözünk, vagy másként ékszerezzük magunkat, meg mást eszünk, vagy egy-két helyre netán nem megyünk el, vagy legalábbis úgy megyünk el, hogy mások ne nagyon lássák, hogy ne botránkoztassunk másokat. Tehát ilyen kulturális, vagy ilyen külsőleges dolgokban is, amelyek nem lényegtelenek, is meg lehet mutatni, de meg kellene mutatni olyan dolgokban, amelyek alapvetően elmondják azt, hogy itt egy természetfeletti közösségről van szó. Egy olyan fajta közösségre, akinek valóban Krisztus a feje, és tényleg Krisztus a feje ennek a közösségnek, és a Szentlélek ereje tölti át ezt a közösséget. A harmadik fogadalmuk úgy hangzott, hogy elkötelezték magukat amellett, hogy megtartják a szombatot. 32. versben azt olvassuk, ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. Ezt a napot Isten azért adta, és ez a teremtéstől indul, nem csak a zsidóknak, hanem ez Istennek a teremtési rendje volt, hogy hétről hétre legyen egy nap, amikor emlékezünk arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi az értelme, a célja mi életünknek, hogy lelassítsunk, hogy váltsunk egy kicsit, és ne abban a körforgásban és mókuskerékben legyünk, amiben 7-24-ben van a legtöbb ember, hanem megálljunk, mert akkor fogunk tudni gondolni arra, hogy kik vagyunk, ki Isten, ki vagyunk mi, milyen viszonyban vagyunk, hogy az élet ajándék, hogy hogyan is, mint gondoljunk a jövőnkre. Tehát minden érték benne van ebben a nagyszerű tervben, ahogy Isten elgondolta, hogy egy napot töltsünk azzal, hogy közösséget építünk vele, egymással, hogy elmérünk abban, hogy mi a mi életünknek a célja, és értelme a nyugalomnak a napjaként adta. Ugye gondoljunk arra, hogy Egyiptomban ők szünet nélkül dolgoztak. Tudnélik, arra gondolhatunk nagyon határozottan, hogy egyiptomi rabszolgaság alatt nem ünnepelték a szombatot. Erre egyébként Ellen White ír is a Pátrák és Proféták könyvében is, hogyha olvassuk azt a történetet, Mózes második könyve 5.-6. fejezetében van, amikor először megjelennek a fáraó előtt, és aztán utána rosszabb lesz a sorsuk, nem jobb a hébereknek. Ennek a hátterében az volt, hogy elkezdték ünnepelni a szombatot, és ez nyilván nem tetszett a sanyargatóknak, és sokkal, de sokkal keményebben próbálták fogni őket, mert úgy gondolták, hogy ez nagy kiesést fog jelenteni, hogy ők szombatonként nem fognak teljesíteni és dolgozni.
nem akarta, hogy visszatérjenek ide, és valószínű, hogy a fogság idején meglazultak ezek a dolgok, és ezért itt volt az ideje, hogy legyen egy ilyen szövetségkötésnél egy új mérföldkő, hogy igen, a lelki megújuláshoz hozzátartozik az, hogy újra gondoljuk azt, hogy mit is jelent a szombat. És ez azt gondolom, hogy a mi életünkben is ugyanígy van. Valahányszor mi újra gondoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, akkor ebbe bele kell, hogy tartozzon az is, hogy hogyan töltünk időt Istennel, és hogyan mélyedünk el. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy áttérünk a szombatnak az ünneplésére, mert ha akik gyerekkorunktól szombatot ünneplünk, vagy évtizedek óta szombat ünneplünk, azoknak is végig kell gondolni, hogy mit tehetünk bele a szombatba tartalmilag. Ami azt jelenti, hogy mi újra elköteleztük magunkat arra, hogy mi mélyítjük az Istennel való kapcsolatunkat. A szombat ünneplése azt jelzi, hogy Istenhez tartozunk. Mint teremtőt, imádjuk őt, az ő országát építjük, ezért újra kell gondolnunk ezt is. És aztán végül azt mondták, hogy támogatjuk Isten munkáját a mi anyagi javainkkal is. Azt is látnunk kell, hogy a sorrend nem véletlen, ahogy ezek egymásból következnek. Próbáljuk így is végig gondolni, mielőtt ezzel a negyedikkel foglalkoznánk pár mondat erejéig. Ha elkötelezed magad Isten igéje mellett, akkor ebből mi következik? Látható lesz, hogy a világtól különbözöl. Ez vele jár, és bizonyos külső dolgokban is meg fog nyilvánulni, hogy különbözöl a világtól. Azután látható lesz rajtad, hogy más értékrended van, tehát nem sodródsz. És ezt utána megpecsételed. Megpecsételed azzal, hogy kifejezed, hogy én a teremtő és megváltó Istenhez akarok tartozni. Hogyan pecsételed ezt meg? A nyugalom napjával, hiszen azt mondja Ezékielné, hogy szenteljétek meg a nyugalom napjait annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Tehát mi azzal, hogy megünnepeljük a szombatot, úgy, ahogy azt Jézus is tanította nekünk, azzal kifejezzük, hogy Istenhez van közünk. Hogy Istentől ered a mi életünk, és Istenhez akarunk visszatérni, ahogy helyreállítja a mi életünket. És ha mi Istené vagyunk, Istenhez tartozunk, és elismerjük azt, hogy Istentől függ a mi életünk, akkor azt mivel lehet kifejezni másra, mint hogy azt mondjuk, hogy a mi javaink is az Istené. Minden, amink van, az Istené. És mi visszadjuk neki az ő részét, meg hálásak vagyunk azért, hogy napról napra megáll, és adakozunk. Tehát ezzel is kifejezzük. Tehát ez egymásból következik, ez a komplett megújulás, mert amikor valaki elindul és azt mondja, hogy igen, én szeretném komolyan venni Isten igét, akkor ez jön, hogy akkor különbözni fogok a világtól, akkor felvállalom azt, hogy Istenhez és Isten, a teremtő Istenhez tartozom, és akkor ez nem csak a gondolataimat jelenti, hanem az egész életemet jelenti, azt mondom, hogy én Istentől függök, és ezt kifejezem az anyagiaimmal is. Hogyha Nehémiás könyve 10. rész 33. versétől tovább olvasnánk, én ott most nem olvasom végig, csak a 40. versre utalok, akkor ott ők részletezik, nekünk nyilvánvalóan nem túl sokat jelent az, hogy ki mennyi fát fog hozni majd a templomba, mert az itt és most egy kicsit mást jelent ami számunkra, mint az ott és akkor, de az elv ott van, hogy nem fogjuk elhanyagolni Isten házát. Isten egyházát, hanem fontos lesz ami számunkra Isten egyházának a működése, az, hogy az evangélium hirdetés befejeződjön ezen a földön, és eljöjjön Jézus Krisztus, és ezért a saját körülményeink, lehetőségeink szerint, ahogy Isten indít bennünket, úgy szeretnénk tenni ezt a dolgot. Mert úgy gondoljuk, hogy igazat mondott Jézus, amikor azt mondta, hogy ahol van a te kincsed, ott van a te szíved is. Értelemszerűen, ha mi földbe gondolkodunk, akkor a földön van a szívünk is, hogyha mennyeibe gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan a mi szívünk is ott van. Évekkel ezelőtt ott álltunk fehér ruhában, Isten és a gyülekezet előtt,
És azt mondtuk, amit az Izrael fia is mondtak, hogy megteszünk mindent, amit az Úr kér tőlünk. Hogyan állunk ezzel ma? Akkor és most. Milyen irányba haladsz? És arra hív bennünket, hogy tegyük mérlegre a mi elkötelezettségünket. A legjobb döntés ma az lehet, amit Nehemiás történetéből tanultunk. Elővesszük Isten igéjét, és azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk erre alapozni a mi életünket. Elkötelezzük emellett magunkat. És akkor jön a többi. Akkor egyre inkább látható lesz, hogy különbözünk a világtól érdemi dolgokban, nem csak külső, kulturális viselkedésben, hanem lényegi dolgokban fogunk különbözni a világtól. És akkor felvállaljuk azt, hogy megújítjuk a mi szövetségünket a szombat ünneplés által is, hogy Istenhez tartozunk, a Teremtő Isten valljuk, és aztán abban is meg fog nyilatkozni, hogy nem hanyagoljuk el Isten egyházát, Isten házát. Isten célba fogja vinni az ő népét, mert azt olvassuk, az egész Biblia arról győz meg bennünket, hogy Isten mindig újra és újra kísérletet tett arra, hogy reformációra hívja az ő népét. És mindig voltak, akik pozitívan válaszoltak. Ma délelőtt itt van előttünk a lehetőség. Nem formális fogadalmat kell tennünk, hanem engedni azt, hogy Isten elkezdjen dolgozni a mi szívünkbe, és érlelje be ennek a gyümölcseit és formáját a mi életünket. Döntsük el azt, hogy összhangba hozzuk a mi életünket Isten igével, keresztségi fogadalmunkkal, és akkor lépésről lépésre átformálja, megújítja a mi életünket. Mert hiszen mindannyian szeretnénk ezt. Tudjuk, hogy erre szükségünk van ahhoz, hogy majd megálljunk előtt, amikor ő eljön. Isten áldja meg bennünket egy ilyenfajta élettel és egy ilyenfajta készséggel az ő kegyelme által. Amen.